can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! A mai kis videó egy kicsit különlegesebb lesz abból a szempontból, hogy nekem már így a hónap végén kicsit előre kell gondolkodnom, előre kell dolgoznom, ez azt jelenti, hogy az őszi hangulatú kis rajzokat, matricákat, tervezőket, füzeteket, ezeknek az ötleteit, rajzait, ugye nekem ezt előre el kell készítenem, úgyhogy lényegében ez a videó erről fog szólni, hogy elkezdek előre kicsit ráhangolódni az őszi időszakra, igazából csak a rajzok terén, hogy szeptemberre, vagy amikor beköszönt az ősz, hogy addigra meglegyek a kis matricákkal, hogy oda tudjam nektek adni, akár a rajzos tanulóknak, ugye a VIP extra tagoknak, ugye minden hónapban küldök ki új matricákat, és hát nyilván szeptemberben már az őszi hangulatúakat szeretném elküldeni, úgyhogy nekem már ilyenkor el kell kezdenem előre tervezni, rajzolgatni, sablonokat készíteni, matricákat gyártani, úgyhogy ezzel szeretnék most foglalatoskodni. Természetesen még lesz egy kis előmunkálatom, hiszen az augusztusi csomagokat is el kell csomagolnom, hiszen most a tábori hangulat volt a rajzos tanulóknak, amit így összeállítottam, egy ilyen matrica évet, és lesz közte a matrica csetetben a kis postai csomagban rókás kisfüzet is, illetve ilyen lovaslány karakter matrica, illetve egy kis print is, úgyhogy ezeket a csomagokat szeretném összeállítani. Egyébként most hétvége van, és nem sokára ugye, ahogy beköszönt a hétfő, megyek vele a postára, illetve az Etsy megrendeléseket is összeállítom. Úgyhogy kicsit már hangolódunk az őszi időszakra, ugye nekem előre kell dolgoznom. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kraftolós, kicsinke rajzolós videó lesz, szóval ha van kedvetek, tartsatok velem! Nos, hát ezt a reggelt a rajzos tanulóimnak a csomagjaival kezdem, hogy összepakoljam, összeállítsam őket, amikben van egy rókás füzet, egy ilyen táboros matrica, ilyen kis lovacskás karakter rajzmatrica, meg még egy ilyen kis print is, úgyhogy ezeket fogom összeállítani, becsomagolni, illetve a webshopos megrendeléseket is. Illetve erre a printre írok személyes üzeneteket a rajzos tanulóimnak. Szóval elő is készülök a csomagoláshoz, előszedem az ehhez tartozó kis dobozkámat, és a hozzá tartozó csomagoló anyagaimat, és oda is húzom a székemet, leülök, és nyugodtan becsomagolom ezeket a kis matricákat, termékeket. Illetve egy kicsit változtattam a csomagolási stílusomon, eddig ilyen buborékos, fóliás borítékot használtam, arra a biztonságra törekedve, ha netán találásos időszak lenne, vagy bármilyen baleset történik, hogy ne ázzanak át a matricák, bár nem hiszem, hogy lenne ilyen, de fő a biztonság, de abban mindig olyan nehéz volt belepakolni a matricákat, és kiszedni is nektek belőle, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy minden matricámat inkább egy ilyen kis nylonos tasakba teszek, viszont akkor a boríték az egy ilyen környezetbarát boríték lesz, így kicsit így kompenzálom a dolgokat, plusz ami nem elhanyagolható, kicsit esztétikusabban is néz ki, és könnyebb is kiszedni a borítékból.
Van egy-két olyan kis csomagocska a webshopban, ami nem matrica ívként üzemel, bár azon az áron van nagyjából. A lényege az, hogy több különálló matricák vannak egy csomagban, és ezt a csomagot lehet igazából megrendelni. Én nagyon szeretem ezt is így esztétikusan összerakni, szerintem sokkal jobban mutat, ha így rakom össze, mint hogyha csak simán beleraknám egy fóliába, vagy bármilyen zacskóba. Úgyhogy nekem ez így nagyon tetszik ez a megoldás, főleg mivel a cicás az egyik ilyen kedvencem. És természetesen a megrendelések mellé az ajándékmatricák sem maradhatnak el, amit a köszönőkártyához szoktam hozzáilleszteni. És hogyha engem kérdezel, melyik a kedvencem a webshopban, hát természetesen ez a mystery pack, tehát ez a zsákban macskás kis csomagocska, aminek nagyon aranyos kis matricája van, dekor szalagja, illetve ebben a csomagban van egy A6-os kis színező, egy random meglepi matrica ív, és sok pici más kis szintén meglepi matrica. Jöhet egy kávé. Miután befejeztem a megrendeléseknek az összecsomagolását, egy jó kis délutáni kávé mellett, előveszem a kis rókás jegyzetfüzetem, és összeírom azokat a gondolatokat, azokat a terveket, amiket meg szeretnék rajzolni az őszi matrica évben, tehát őszi rajzos ötleteket írok le. És hát természetesen ezt a kis oldalrészt kidekorálom, most ezzel a kis táboros hangulatú matrica ívvel, ami egyébként már szintén elérhető a webshopban. Miután felírtam a rajzos ötleteimet, még ezen a napon szerettem volna befejezni az egyik rajzos tanulós kis oktató videómat. Lényegében már kész is volt, csak a borítóképet kellett hozzá megszerkesztenem, és ez a videó arról fog szólni, hogy milyen ecsettel és ecset módosítással lehet a Procreate rajzprogramban gyönyörű dús, szép hullámos hajat rajzolni.
is mit láthatjátok? Először egy ilyen kis egyszerűbb, őszi mintás rajzokat készítek. Hát bevallom, egy kicsit már elfáradtam az íróasztal felett görnyedni, úgyhogy átjöttem a nyuszikhoz, a nappaliba, egy kicsit játszottam velük, felfrissültem, és utána még egy kicsit, egy jó kis zene mellett folytattam a kis rajzolgatást, az őszi hangulatú rajzok tervezését. Hogyha még nem lett volna elég a kis rajzolgatásból, még majdnem alvás időm előtt, még egy fél órával készítettem pár random kis karakter rajzot, de csak ilyen kis egyszerűen, nyersen. Ezt igazából csak így pici videónak készítettem, nem is ide a nagy videóba, de gondoltam, bevágom ide, ha érdekel titeket, hogy is rajzoltam meg őket. Egyébként, aki követ az Insta oldalamon, ott is posztoltam, hogy milyen kis karaktervázat rajzokat készítettem éppen. Másnap reggel van, elmegyek a postára, feladom a kis csomagokat, és akkor utána folytatjuk az alkotást, rajzolást, matrica készítést. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do, I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, guess I don't wanna feel anything. Szóval visszaértem a postáról, és megmutatom, hogy milyen őszi kis egyszerűbb rajzokat készítettem, ami majd a matrica, két matrica ívet fog kitenni, illetve még este kettő karakterrajzot csináltam. Egyébként csak egy nagyon nyers vázlat rajzok, tehát ilyen fél órán belül rajzoltam meg kettő egyszerű karakter, de igazából az egyik az nagyon tetszik, és ki fogom színezni, illetve érdekel, hogy a másik karakterről mit gondoltok, hogy ezt is szépen megcsináljam, kiszínezzem el, úgyhogy most ezeket megmutatom nektek, és akkor utána nekiállunk matricát készíteni. Szóval ez lett az egyik kis vázlatrajzom, amit tegnap este, konkrétan majdnem alvás előtt készítettem el, de valamiért elkapott pár inspiráció is, hát leszerettem volna őket rajzolni. És őt már is kezdtem egyébként kiszínezni, illetve rajzoltam egy másik vázlatot, azt is majd mindjárt megmutatom. Kicsit olyan visszasuliba, vagy ilyen túrázós lány hangulata van, úgyhogy lehet, hogy pont ezért tetszett maga az elképzelés, és hát tudom azt is képzelni, hogy majd matrica legyen belőle. És aki követ az Insta oldalamon, egyébként ugye most már kettő van, de mind a kettőn megosztottam ezeket a kis esti vázlatozásokat. Ugye az Instán is ugye be tudtok tekintést, igazából ott kicsit előrébb betekintést tudtok nyerni abba, hogy nagyjából milyen videók lesznek majd ugye a héten, hiszen mindig megmutatom nagyjából a kis vázlatokat, vagy éppen min dolgozok. Ugye kettő oldalam van, az egyiken inkább a digitális és a matrica rajzok, matricák uralkodnak, a más inkább a hagyományos, illetve hát főoldalként használom, meg ott a story time, a storyt, ott azt eléggé használom ilyen személyes beszélgetésekhez. Na, de mutatom a másik rajzot.
Ő lenne a másik karakter. Mondom, tényleg csak egy ilyen fél óra alatt két kis skiccet rajzoltam, tehát ne nézzétek azt, hogy milyen csúnya a vonalazás, most tényleg erre ne figyeljetek, de nem tudom, hogy őt kiszínezzem-e, nektek tetszik-e. Egyrészben tetszik, másrészben meg nem tudom, hogy legyen még egy ilyen hasonló iskolás vagy túrázós karakter rajzom, de végül is miért is nem, nem tudom, írjátok meg kommentben. Na de mielőtt megmutatom az őszi kis rajzokat, én szerintem most kihagyom azt a részt nektek, nem mutattam meg, ahogy elkészítettem még este a kis vágási szegélyét a matricáknak, ugyanis már előre megvan a matrica tervezetem őszre, az új, a 2024-es. Tényleg minden videóban megmutatom nektek, hogy megrajzom a vágási szegélyét, hogy beillesztem a kis rajzokat, hogy összeállítom maga a matrica tervezetét. Nem tudom, hogy ez titeket mennyire érdekel, mennyire szeretitek nézni. Most kihagytam ezt a részt, de hogyha érdekel titeket, legközelebb majd belerakom, mert még fogunk ilyet csinálni. Na, de szerintem akkor tényleg megmutatom, milyen kis őszi illusztrációkat, picinke matrica rajzokat készítettem, és akkor, hogy milyenek lettek a matrica tervek, az újak. Természetesen ezeket mindjárt megcsináljuk, és a régieket, a tavaly őszi matricákat is újra megcsinálom, mert hát azok lefogytak, úgyhogy azokat is meg fogjuk csinálni, kinyomtatjuk, és a Cricut géppel akkor el fogjuk vágatni. Közben megírtam a heti kis tervezetemet is, kicsit dekoráltam a matricával, úgyhogy a posta az már pipa mára, úgyhogy haladok előre, csináljunk matricákat. Na de neki is látok a matricák nyomtatásának és elkészítésének. Azokat a matricákat, ahol karakterrajzok vannak középen, azok a tavalyi matricák, amiket tavaly rágtátok a fülem, hogy ne csak a rajzos tanulóknak legyen elérhető. Hát most már mindenkinek elérhető lesz a webshopban. Először is ezzel a tavalyi matrica évvel kezdtem, ami még mindig hatalmas nagy kedvencem nekem is. Én már nagyon várom, hogy használhassam a tervezőkhöz. Illetve mutatom a következő matrica éveket, amiket idén terveztem, de még lehet, hogy fognak jönni újak is. Tökéletes. Egyébként megvannak a trükkjeim, leleményesnek kell lenni, és kicsit logikusan gondolkodónak, hogy a matricákat úgy lehessen megcsinálni, ezeket a matrica íveket, hogy szépen biztosan legyek abban benne, hogy szépen lejöjjenek. Tehát megvannak a kis fortéjaim, úgyhogy ettől nem kell aggódnotok, hogy a matrica íven lévő kis matricák nem jönnek föl. Max néhol kell egy kicsit forgatni, hogy bele tudj kapni esetleg. Nekem akkor nehezebb, hogyha nagyobbak a körmeim, belekapni, vagy így eltalálni a matrica szélét, de egyébként mindig szépen feljönnek. Ezt csak azért mondom, mert volt már olyan, aki hozzám jött rendelni matrica ívet, mert amit mástól rendelt, ott nem jött föl is igazából. Az nála egy kidobott pénz volt az ablakon. Nálam azért ilyen azért nem tud előfordulni, mert mindig használok ilyen kis sabloncsíkokat, illetve minden vágatás előtt kalibrálok, és sablonvágatásokat készítek, illetve tudok olyan beállításokat, amit szerintem sokan nem is figyelnek fel rá, vagy nem fordítanak rá elég időt ezeknek a gépeknek a megismeréséhez, ahol bizony be tudod-e precíziósan állítani a vágási mélységeket, tudni kell ismerni a papírodat,
hogy az az adott papírhoz milyen mélységű vágási nyomás kell. Ezt nem akarom nektek technikailag elmagyarázni, de a lényeg, hogy én épp ezért bízok a matricákban, és lehet nálam kapni matricaíveket. És mit láthatjátok, ez a fajta matrica most az idei, ami nagyon az őszi jegyekre ment rá. Itt próbáltam csak olyan hangulatú rajzokat beletenni, ami az ősznek ilyen ikonikus jelei, úgymond. De tervezek egyébként majd olyan matrica ívet is, ahol lesz majd karakterrajz is. Tegnap nagyon elfáradtam a matrica készítésben, úgyhogy most másnapot járunk, és megmutatom nektek így tökéletes napfényben, hogy milyenek is lettek ezek a kis matricák. Ó, csak a gombokat ne! Csak a gombokat ne! Hajnal! Szóval, mint láthatjátok, készítettem jó pár mennyiséget mindegyik matricából, és ez az egyik kedvencem, a tök formájú matrica ív, szerintem nagyon találó lett, és aranyosak a színei is, illetve ez az másik idei kis matricám, ahol szintén ilyen őszi jegyek vannak, illetve a többi matrica, másik kettő pedig tavalyi, ahol karakterrajzok vannak középen, körülötte szintén ilyen kis őszi hangulatú matricák, de mint mondtam, szeretnék majd még egy ilyet idénre is. Most viszont búcsúzom, hamarosan pedig elérhetőek lesznek a webshopban ezek a kis cukiságok. Remélem tetszett nektek ez a videó, hamarosan találkozunk egy újabb őszi videóban. Sziasztok! Goosebumps tonight.